Rozsnyói magazinnal folytatódik tovább a Városi Televízió mai adása. Üdvözlöm nézőinket! Nézzük együtt a mai műsor témáit. Féléves értesítő. A nem hivatalos félévi bizonyítványt holnap több ezer diák veheti át a város iskoláiban. Január utolsó napján csütörtökön tanácskoznak a városatyák. Rozsnyói sakkbajnokság. Több mint 60-an vettek részt a harmadik évfolyamon. Kassa 2013-ban Európa kulturális fővárosa. A Rozsnyón bemutatott márai kiállítás és dokumentumfilm már Kassán látható. Ezekről is szólunk a mai adásban, tudósítás vagy rövid hír formájában. Kezdjük a legfrissebb témával, a félévi értesítővel. Vége a féléves iskolai hajrának. A többszörös változtatás után maradt a nem hivatalos féléves értesítő, amit holnap, azaz csütörtökön kapnak készhez a diákok. Maradt a féléves értesítő ebben a tanévben is. A Felvi Zoltán alap- és szakközépiskolában 235 alapiskolás és 50 középiskolás ezt a dokumentumot kapja kézbe. A mi iskolánk kitalált egy nyomtatványt, amit fél évre kiadunk, megelőzzük azt, hogy a szülő ne legyen értesítve a tanulmányi eredményekről és a mulasztott órákról. Úgy csináltunk alsó tagozaton, felső tagozaton és középiskolán is egy nyomtatványt. Ugye nincs itt minden tantárgy, mert ezt a tanítónéni vagy tanítóbácsi szabadon be tudja magának gépelni, kitörölni, úgy, hogy az adott osztályra jó legyen, és ide jönnek az osztályzatok. És aláírja a szülő? A szülőnek nem, olyat nem kértünk, hogy szülő írja alá, egyedül osztályfőnök írja alá, és még ide jönnek a mulasztott óra. Néhány utcával arrébb a református egyházi alapiskolában közel 200 diák kapja kézhez a féléves értékelést. Nem sok mindenben különbözik az igazi bizonyítványtól, csak abban, hogy ez nem igazán egy hivatalos lap, viszont a gyerekek hivatalosnak veszik, hiszen ott van a tanítónéni, az osztályfőnöknek az aláírása, ott van az igazgatóra aláírása és a pecsét is, úgyhogy nagyon örülnek és várják is a félévi bizonyítványt. Igazából értékelés, de hát bizonyítványként várja. A kilencedikeseknek pedig fontos a félévi bizonyítvány, hiszen az kerül a felvételi lapnak a felvételi labba, ezek a jegyek. És most nézzük mindkét iskola alsó tagozatos tanulóit, milyen jegyeket várnak a féléves üzenetben. Miből lesz egyesed? Aggol, meg természet. És még tantárgyat fogod kijavítani év végére. Mit szeretnénk kijavítani? Torna. Mit szeretsz még tantárgyad? Szlovák. A szlovákból? Jól vagy szlovákból? Uh-huh. Igen? Ő a legokosabb? Igen. Egyes, harmas, meg kettes. Uh-huh. És te mit szeretnél? Milyen bizonyítvány? Tiszta egyeseket. És mit gondolsz, milyen lesz a bizonyítványod? Tiszta egyes. Ó, akkor otthon örülni fognak. Kapsz érte valamilyen ajándékot? Igen. És már tudod, hogy mi lesz az? Nem, meglepetés? Igen. És neked milyen lesz a bizonyítvány? Azt hiszem, hogy tiszta egyes. Ó, nagyon ügyes vagy, és várjátok? Már lesz egy nap szünidőtök is? Igen, pénteken. És mi lesz a program a pénteki napra? Nem tudom. Neked milyen lesz a bizonyítvány? Nem tudom. Nem tudod. És sejtésed sincs róla, milyen jegyek lesznek benne? Nem. Lesz kettes is? Nem. Tiszta egyes lesz? Szerintem. Akkor nagyon jó. Akkor az egész osztálynak ilyen jó tanulók vagytok itt az osztályban? Igen. Igen. És várjátok már nagyon a napot? Igen. Fú, és aztán évvégére is megmaradnak ezek a jegyek? Igen. Remélhetőleg, ugye? Az Oktatásügyi Minisztérium 2 éve szüntette meg a féléves igazi, vízjeles dokumentumot, a félévi bizonyítványt, amit minden diák hazavihetett. Igaz, vissza is kellett hoznia az iskolába, alig történt kivétel. És ki jár jól ebben az évente változó történetben? A pedagógus biztos nem, hisz évvégén az igazi hologrammal ellátott bizonyítványba újra be kell írni, úgy a fél évkor, mint az év végén kapott jegyeket. Egy azonban biztos, a féléves értesítővel egy szabad nap is jár. Így egy hosszú hétvégével pihenheti ki a diáksereg a féléves hajrá fáradalmát.
Január utolsó napján tanácskoznak a városatyák. Az ebéd után egy órakor kezdődő tanácskozás 21 programpontot, ám még ennél is több alpontot tartalmaz. Többek között kinevezik hivatalosan az új városi rendőrparancsnokot. Terítékre kerül a város módosított szabályrendelete, mely szerint emelkedhet az óvodai, az iskolai klubok, a zeneiskola és a szakkörök illetéke. 2013-ban módosul a városi autóbusz közlekedés. Két bérházzal is bővül az eladásra kínált városi vagyon. Az úgynevezett infocsatorna, amelyen keresztül a városi televízió adásait is láthatják, a város tulajdonába kerülhet. Újra terítékre kerül a turisztikai információs központ működésének alternatívái, vagy a szeptemberi városnapok kiértékelése. A képviselőtestületi ülést élő egyenes adásban közvetíti a városi televízió, de világhálón is megnézhetik a www.rvtv.sk oldalon. Január 26-án újra asztalhoz ültek gömös sakkozói. Több mint 60 sakkozó vett részt a 3. rozsnyói Open sakkbajnokságon, a városi hivatal nagytermében, ahol a résztvevők fele Magyarországról érkezett. Amíg az első két helyezést magyar versenyző ért el, a jelenleg jósvai klubért játszó volt rozsnyói versenyző lett a 3. helyezett. A svájci rendszerű gyors sakról, a játékról következő magazinadásunkban számolunk be. Brüsszelből érkezett Rozsnyóra még tavaly decemberben Márai a Kassai Polgár című kiállítás. A vándor tárlat filmbemutatóval és könyvvárosítással volt egybekötve. És azóta már Kassán van a kiállítás, hisz 2013-ban Európa kulturális fővárosa Kassa, ahol Márai Sándor, a Kassai Polgár kiemelt helyet kapott. Széllel szemben. Ez a címe annak a kisfilmnek, amely Márai a Kassai Polgár kiállítás része lett. Európai Uniós forrásból készült az 50 perces kisfilm. Betekintést enged Márai Sándor életébe és munkásságába is. Az író életútjának egyes helyszíneit mutatja be. A kiállítás vándor tárlattán nőtte ki magát. A jövőben nem csak a felvidéki városokban, hanem Párizsban is helyet kaphat. Önre milyen hatással van a márai munkássága? Hát, abban az időben is igyekeztem megismerni őt, amikor még Indexen volt a munkássága és a műveinek ismertetése, de hát valahogy voltak olyan szerencsém, hogy hozzájutottam ezekhez. Egy-kettő részletet már olvastam, nagyon tetszettek, de nem nagyon ismerem. Most lehet, hogy ezután majd inkább megismerkedsz velük? Hát igen, elég érdekel, szeretem a magyar írókat, főleg ezeket az emigránsokat, a gyerekeket, de Márai különösen érdekel. A tárlatot Mészáros Tibor, a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, Márai Sándor hagyatékának a kurátora tervezte meg, Mészáros Alajos, európai parlamenti képviselő szervezése alatt. Tudni kell, hogy minden Európa parlamenti képviselőnek joga van két tárlatot rendezni 5 év alatt. Az első ilyen modern festők voltak, ahol rozsnyói festők is kiállítottak, és ez a második, ami Márairól szól, és főleg a Kassa Európai Kultúrfőváros zászlaja alatt. Olyan embert ismerhetünk meg a kiállítás által, aki sosem békélt meg a civilizáció álhumanizmusával, és konok kitartással védelmezte európaisága eszményeit. Lesznek jó magyar programok. A Magyarország Kassai Főkonzulátusa is bekapcsolódott ebben a rendezvénysorozatba, programokat szervezünk, de emellett figyelemmel kísérjük a kassai magyar szervezetek programjait, rendszeresen összejárunk, egyeztetjük a programjainkat. Én azt gondolom, hogy attól függetlenül lesznek jó magyar programok. A tárlatot megnyitó címbalmosné Molnár Éva főkonzul beszédében méltatta az író munkásságát és Kassához fűződő viszonyát. A főkonzulasszony szerint eljött az idő, amikor Márait nem csak a világ, hanem egész Kassa elismeri, mivel január 20-án Márai tér avatásra került sor szülővárosában. Eddig tartott ma a Városi Televízió adása. Szeretném felhívni figyelmüket az iskolai beiratkozásra, mely február 15-ig tart.
február 9-én szombaton Farsangi Bál a Csemadok helyi szervezetének szervezésében. A Városháza nagy termében a talpalávalót a Mary Boys és Rusznyák Maros cigányzenekara húzza. Jegyelővétel 25 euró értékben a Csemadok székházában. Február 1-én 17 órakor pedig a Csemadok nagy termében Csáki Pál és Dunajszki Géza tart könyvbemutatót. A holnapi, pénteki és vasárnapi ismétlések után új műsorra jövő héten szerdán 18 órakor várjuk Önöket. A viszontlátásra!